nehezebben befogadható tartalmat a közvetítő. A bíráló bizottság a Híd irodalmi díját idén Losonc Alpár filozófusnak, egyetemi tanárnak ítélte oda. A Hatalom nélküliség horizontja című tanulmánykötetével értemelte ki ezt a díjat, amiben tulajdonképpen az Új Szimpózium folyóiratnak a történetét mondja el a saját maga szemszögéből, ami azért is izgalmas, hiszen ő insider, a harmadik generáció képviselője. Mégis képes kellő kritikai önreflexióval tekinteni a 70-es, 80-as évekre, például a Sziveri Féle szerkesztőségre is. A Fórum képzőművészeti díjat Ritz Géza, szabadkai születésű festőművész vehette át, Periféria című képzőművészeti művéért. Nagyon jó, hogy ilyen visszajelzést kapni, egy ilyen díjat, amit az elmúlt évtizedekben számra példaértékű ember megkapott, művész, és ezáltal ez nagyon motiváló és felelősséggel tölt el, hogy tényleg próbáljak a nyomukba érni. A Vajdasági Magyar Művészeti Díjat a Bíráló Bizottság egyhangulag a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központnak ítélte oda. Indoklásukban kifejtették, a VM4K új minőséget jelent a közösségi és kulturális élet szerveződésének és szervezettségének vonatkozásában. Segíti és támogatja a vajdasági magyar alkotókat, illetve a Kárpát-medencei magyarság kiemelt alkotóinak, vendégjátékainak szervezésében is fontos szerepet vállal. A jó munka jutalma még több munka, ezt szokták mondani, mi reméljük, hogy eddig is dolgoztunk, és ez a díj ennek az elismerése, és ezután még több erővel, még szerteágazóbb tematikában szeretnénk folytatni. A fontos vajdasági művészeti elismerések célja, hogy serkentsék a vajdasági magyar alkotók tevékenységét. Minden díj fontos, azért, mert ugye azt szokták mondani, hogy a művészetekben kevesebb pénz van, vagy kevesebb pénz szokott lenni, és hát legalább ezzel a díjjal, ezzel az elismeréssel értékeljük azokat a teljesítményeket, amelyeket az alkotók, illetve az intézmény az elmúlt időszakban produkált, úgyhogy hát mindenféleképpen egy főhajtás a teljesítmények előtt. A rendezvényt Ábrahám Máté csellista produkciója gazdagította. Az eseményen többek között Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is jelen volt.